Hello mindenkinek! Mára egy tökéletes alapozás és kontúrozás videót hoztam nektek, ugyanis nagyon sokan kértétek. Tudom, hogy már korábban készítettem egy hasonló videót, hasonló témájú videót. Az azonban jócskán egy éve volt, amikor még nem tudtam ennyit az alapozásról, kontúrozásról. De ugye fejlődik az ember, én is gyakorlok, én is tapasztalat alapján sokat kipróbálok, megnézem a textúrákat, kísérletezek én is az arcommal, az arcomon, a termékekkel egyaránt, úgyhogy remélem, hogy sokkal hasznosabb lesz és sokkal jobb ez a videó számotokra, mert még többet tanultam, úgyhogy igyekszem a még több elsajátított tudásomat átadni nektek. Aki szeretné megnézni, hogy hogyan készül egy tökéletes alapozás, és többet megtudni róla, azt tartson velem. Akkor kezdjük is. Ugye a legfontosabb, amit legelőször megteszünk, az az alapozás. Igen ám, de akármilyen jó is egy alapozó, nagyon hasznos, hogyha alapozó előtt is használunk egy bázist, ugye amit szemhéjon is szoktunk használni, sminkelés előtt. Egyrészt védi a bőrt, tehát a kozmetikum nem közvetlenül találkozik a bőrrel, valamint ugye tartósabbá is teszi. Úgyhogy ezekben segít, sőt, ez még ad neki egy enyhe fényesítést is, tehát hogy szép, fényes, de ne erőteljesen fényes vagy zsíros hatású legyen ugye tőle a bőrünk. Én a Flormártól szoktam használni ezt a Makeup Base-t, és úgy használom, hogy ugye vagy egyet, vagy kettő kisebbet nyomok ugye az ujjamra, eldolgozom a kezemmel, és én ilyen kis ütögetve szoktam felvinni, hogy egy helyre ne kerüljön sok. Jó, mert ebből nem kell sok, hogy ne legyen zsíros a bőrünk, ezzel tényleg csak hidratálunk szemre ugyanúgy, tehát mindenhová felvisszük. Jó, először csak így, utána eldolgozom a kezemen, hogy ne legyen túl sok, és a meglévőt dolgozom még el. Tehát jöjjenek akkor az alapozók. Ugye én két alapozó színt szoktam keverni, tehát nem egy megadott, már megvett, azonos bőrömmel azonos tónusú alapozót használok, hanem keverem. A Paris Berlin professzionális alapozói szerintem a legjobbak. Ezt az OUCA-ban lehet kapni Budapesten csak és kizárólag a Kriolan City üzletben. Nagyon jó, nagyon gazdaságos, ugyanis 100 millis a kiszerelése és 6000 forint. Abszolút el vagy vele minimum egy évig, úgyhogy én több embert is sminkelek ugye magamon kívül. Valamint jó, mert az embernek a bőrszíne mindig változik. Nyáron kicsit barnább, télen ugye fehérebbek vagyunk, és jó, hogy nem kell három alapozó, hanem 6000 forintért, így ugye 12, megveszed a két tónust, a sötétet és a világosat, és már tudod is keverni. Tehát mindig tudod változtatni, hogy a bőröddel azonos legyen ugye az alapozód. A nullás egyébként a legvilágosabb, a hármas a legsötétebb, de van még a kettes árnyalat, ami pedig a sárga tónusú, tehát a sárga pigmentű embereknek kiváló és megfelelő. Tehát akinek sárga pigmentből van több a bőrén, az ugye a kettest vegye, akinek pedig rózsaszín pigmentű, mint az enyém, az vegye a hármast a nullás mellé. A nullás mindenkinek jó. Jó, úgy szoktam, hogy ugye a kézfejemre viszek fel egyet a világosból, és nagyon keveset szoktam télen a sötétebből, de most ugye azért én is barnább vagyok, úgyhogy többet viszek fel. Több ecsettel is eldolgozható, a fontos az, hogy legyen szintetikus ecset, avagy az ujjunkkal is nyugodtan felvihető és eldolgozható kiválóan. De ha mégis szeretnétek egy ecsetet, nem az ujjatokat szeretnétek úgymond összekoszolni, akkor viszont ajánlanám a Sigma Duo Fiber F50-es szintetikus ecsetét, vagy az F80-as kabuki ecsetét, szintén Sigma. Jó? Most én az F80-ast fogom használni. Jól összedolgozom ugye a két szint. És én mindig úgy szoktam, hogy először csak eloszlatva felviszem mindenhová, és utána dolgozom el. Jó?
Ez azért jó, mert hogyha világosnak kevertük, még mindig lehet rajta sötétíteni. Tehát én ezért szeretem inkább több árnyalatból összekeverni az alapozó színét, mert mindig változtatható. Valamint ugye, hogyha most nagyon világos alapozón van, mert már ugye főleg akik szoliba járnak, tehát azért jóval sötétebb a bőrük olyankor. Aki télen is szoliba jár, hát akkor ugye nem számít, de én jobb szeretem kikeverni, mert mindig változtatható. Nagyon fontos dolog alapozásnál, nem idáig alapozunk, jó? Hanem szépen levisszük, még a fülünkre is tehetünk egy keveset. Tehát nagyon fontos, hogy a széleknél eldolgozzuk, hajtöveknél is, mert a hajtövünk is lehet esetleg világosabb, tehát nyugodtan szépen dolgozzuk el odafentre is. Szemre ugyanúgy viszek belőle, mert ezzel most egységesítem az egész bőrömet végül is, és összedolgozom őket, hogy egy tónusú, egyszínű, egységes legyen az arcbőrünk. Ide mindig kicsit többet szoktam tenni az orromnál és a számnál. Ugye evésnél, ivásnál jön le először az alapozó, korrektor, meg bármi más, és az orrunknál, ha orrot fújunk. Jó? Az olyan idétlenül néz ki, amikor itt már lejött az alapozó, mert sokszor kifújjuk az orrunkat, jó? Tehát ide érdemes többet felvinni, és nagyon fontos, amit az előbb ugye elkezdtem, az az, hogy egészen nyakig dolgozzuk le. És szépen oszlassuk húzó mozdulattal, hogy ugye egyszer csak eltűnjön már, és összeolvadjon a nyakunk színével. Jó? Tehát ez azért eléggé fontos. Miután az alapozót felvittem, ugye korrektort használok. Én a Maybelline Affinity Tone korrektorát használom. Vagy még a MAC-től szoktam használni a Mineralize Concealert. De most akkor megmutatom csak simán a Maybelline-essel. Ugye hova visszük fel? Hát a szem alá. És egy ilyen háromszög alakban érdemes felvinni. Jó, hogy itt fog elhelyezkedni ez a világosítás. Ez már egyébként a kontúr része is, ugyanis a világosabb részeket azt szeretnénk kiemelni, és a sötétebb részeket pedig szeretnénk háttérbe helyezni. Ugye ez a kontúrozás lényege. Tehát ugye hol világos, vagy mik azok a részek, amik ugye egyébként is előrébb vannak, és mik amik hátrébb. Ugye ez a része az orrunknak világos, majd itt fogjuk sötétíteni. Ugye a szem alatti rész, itt ez a nagyon kis rész is világosabb. Itt az állunknál egy kicsit. Amit még szoktam, ugye az a számnál, mert itt jön le leghamarabb a sminkünk, ugye az evés, meg mi egyéb miatt. És még ahová felszoktam vinni, az itt, hogy itt is világosabb legyen egy kicsit a bőrünk, ugye. Kétféle ecsettel szoktam eldolgozni. Van ugye ez a nagy szintetikus ecset, az F60-as a Sigmától, valamint van ez a kabuki ecset, szintén Sigma, a P88-as. Ezt újra szintén el lehet dolgozni, mint a másikat is. Jó, és ezt is úgy dolgozom el, hogy még csak véletlenül sem maradjanak szélei. Jó? Tehát egyértelműen legyen eldolgozva. Jó az orromnál is. Akinek nagyon hegyes és hosszú itt az orra, ide ne vigyen fel, hanem kezdje csak innen, jó? Mert azt inkább háttérbe akarja helyezni, és visszaszorítani arról a figyelmet, nem pedig előre hozni. Tehát itt azt emeljük ki, amire figyelmet szeretnénk fordítani, jó? Ezt is felfelé dolgozom el, hogy itt már eloszlassa, és egybeolvadjon az alapozással. Jó, és a szem alatt itt is eldolgozom. Ideig szoktam
felvinni, és akkor utána szépen dolgozom el. Sokszor szoktam sminkelés után felvinni, és ide nem viszek fel púdert, azért, mert sminkelés után, amik leperegnek, ilyesmi, azt még azért vagy ujjal, vagy lemosókendővel, vagy egy fültisztítóval még ott leszoktam szedni, és hogy utána így szép, tiszta, eldolgozott rész legyen, ezért ezt utoljára szoktam hagyni, főleg egy nagyon sötét part is sminknél, jó? Közben megigazítottam a szemöldökömet, de arról már készítettem nektek videót, úgyhogy azért, hogy ne legyen ez a mostani alapozós, kontúrozós videó túl hosszú, ezért csak ide kiteszem nektek, úgyhogy ha valaki még nem látta a szemöldökformázós videómat, akkor csak kattintson ide és meg tudja nézni. Tehát következő ugye a korrektor felvitele után az a puder. Én a Clinic puderét szoktam használni, ami a... Na, inkább megmutatom nektek, hogy mi lesz hasznos információ, jó? A 20-as is rá van írva, de szerintem inkább a 04-es transzparens pudert használom, és mindig a Sigma nagy F30-as ecsetével viszem fel. Minél nagyobb egy puderecset, annál lazábban dolgozza el, és minél kisebb, annál koncentráltabban tudod felvinni. Tehát ez sokkal több pudert visz fel az arcra, mint ez. És ugye így néz ki, amikor felveszem a pudert, de szoktam ütögetni, jó? És úgy viszem fel. Alapozásnál egy fontos dolgot nem mondtam el nektek, pedig az fontos. Az az, hogy ugye, ha megfigyeltétek, ahogy alapoztam, körkörös mozdulatokkal, de soha nem befelé forduló, hanem mindig kifelé. Tehát mindig belülről kifelé alapozunk. Jó, tehát mindig leütögetem, és akkor csak úgy viszem fel. A púder, igen, mattítja a bőrt, de ami fontos, ne vigyünk fel attól még egy kilót az arcra, jó? Mert attól csak nagyon száraz bőrhatásunk lesz, és az megint csúnya. Tehát akinek zsíros a bőre, az akkor olyan alapozót vegyen. Ami nagyon fontos egy kontúrszín kiválasztásánál, valamint a textúrájánál, hogy matt legyen, tehát ne legyen fényes bronzosító, valamint a bőrödnél egy-két tónussal legyen csak sötétebb, jó? Nem az a lényege a kontúrnak, hogy egy nagyon sötét színt felvigyünk, mert nagyon halott és beesettek is lehetünk, és nem ezt szeretnénk elérni, hanem egy szép, jól eldolgozott, gyönyörű kontúrozást szeretnénk, nem pedig egy nagyon túlzott, nagyon drasztikus kontúrozást, jó? Tehát a legfontosabb, hogy ne legyen túl narancssárga a tónusa, és legyen matt, tehát nem fényes a bronzosítónk. Én nekem a kedvenc ecsetem bronzosításra az az F25-ös enyhénhegyes Sigma ecset. Azért szeretem egyébként ezt az ecsetet, mert csak a hegyével veszem fel magát a terméket, viszont az oldalsó tisztákkal már azt majd el lehet dolgozni. Tehát ide visszük fel a fültőtől, és idáig. Én innentől nem jövök beljebb, mert akkor már a számnál, tehát nem kell beljebb jönni, jó? Ezen a vonalon idáig nyugodtan elég. És úgy vigyük fel, most megpróbálom drámain csak a vonalat megmutatni, és még nem dolgozni el. Mert azt szeretném még kiemelni, hogy egy jó kontúrnál még az a fontos, hogy ezen a részen már ne oszlassuk el kicsit sem, jó? Hanem inkább felfelé próbáljuk eldolgozni. Tehát én mindig ezt is felfelé satírozva, vagy felfelé eldolgozva szoktam. Jó? Vagy csak oda-vissza mozdulattal, de mind inkább felfelé satírozva. Akinek nagyon magas a homloka, az nyugodtan optikailag tudja csökkenteni, hogyha ide visz fel kontúrt, meg így ide is. Jó?
De innentől ne menjen lejjebb azért a kontúr. Akinek hosszú az orra, az nyugodtan így sötétítsen, de majd az orra mindjárt rátérek még. Itt még nyugodtan lehet, de nagyon finoman vigyétek fel és dolgozzátok el, mert ha kimentek a napra, lehet, hogy még otthon a tükör előtt nem is fog feltűnni, de higgyétek el, ha kimentek a napra, sokszor mai napig még velem is megtörténik, hogy látom, hogy szinte itt egy csík. Borzasztóan tud kinézni, jó? Tehát nem hülyén, inkább jobban akarjunk kinézni. Tehát nagyon fontos, hogy inkább akkor kevesebb terméket vigyünk fel, és azt dolgozzuk rendesen el. Vagy kint én nagyon sokszor inkább kimegyek a teraszra, és ott megnézem még egy tükörrel, vigyek még fel, ne vigyek fel, vagy sőt, vegyek vissza, vagy még dolgozzam el. Akinek hosszú az álla, az szintén ide az elejére, vagy itt tud rajta csökkenteni, akinek nagyon négyzetes alakú, jó? Tehát előnyösen próbáljatok meg kontúrozni, azt helyezzétek háttérbe, amit kevésbé szeretnétek láttatni, és azt hozzátok előre, és világosítsátok, amit jobban szeretnétek kiemelni, jó? Most akkor térjünk rá az orrunk kontúrozására, még mindig ugyanazt a kontúrt használom, vagy bronzert. Jó, és az orromnál én ezen az oldalon belül szoktam, egészen innentől lefelé, így az oldalát szoktam megsötétíteni. Már is látszik amúgy a különbség a két oldal között. Jó, tehát csak így itt ezt a részt. Kontúr után ugye pirosítás. Én ma egy ilyen jó kis rózsaszínos árnyalatot szeretnék felvinni, úgyhogy ezt a rózsaszínt választom a pirosító palettámról. Ez egy matt pirosító. Pirosítónak már használhattok fényes pirosítót is, tehát csak a kontúra mondtam, hogy az legyen matt. Pirosítónak használhattok fényeset, de rá kell érezni a sminknél, ha fényesebb a smink, akkor inkább azért egy mattabbat viszek fel, de sokszor, ha fényes a sminkem, tehát fényes szemhéjfestékekből áll, akkor is választok hozzá egy fényes pirosítót, ezt néha ki kell tapasztalni, vagy rá kell érezni, hogy jobb az összkép. Jó, de általában a mattal nem tudsz mellé nyúlni. Viszont a fényesen mellé tudsz. Tehát akkor viszont inkább, hogyha nem érzed rá az ember, ajánlanám, hogy egy matt pirosítót használjon. Tehát pirosítót most csak sokat ide viszek fel, hogy lássátok, hova visszük fel, jó? Tehát ezt már innen a fültő tetejétől viszem, és csak idáig. Jó? Tehát nem jövök beljebb egészen az orromig, meg ilyesmi, meg le idáig. Oda nem kell pirosítás. Egy természetes arc is, ugye, hogy néz ki, csak itt piros. Jó? Nem is piros egyébként, hanem csak ilyen enyhe rózsaszínű. Jó, és akkor ezt el is dolgozom, csak most azért tettem oda többet, hogy nektek a kamerán ugye látszódjon, hogy hova visszük fel. És ennél a vonalnál, ami az arcson teteje, már ne menjetek feljebb. Fényesítést én csak akkor használok, amikor tudom, hogy fotót fogok készíteni, és fontos, hogy nézek ki rajta. Vagy még, hogyha bulizni megyek. Tehát azért egy buliba, egy elegáns esküvőre, ha meg vagy hívva, vagy egy elegáns alkalomra, színház, opera, akármi, akkor azért jó, ha van egy fényesítés. Fényesítésnek én az Áden egyik szemhéj púderét használom, Terrakotta Melanst, és a Sigma vékony hegyes ecsetével, az F35-össel szoktam felvinni, mert ezzel olyan szépen fel lehet vinni. Jó, ezt pedig a pirosító felé visszük fel. Innen idáig. Nem kell beljebb menni ettől a résztől. És akkor készen is lennénk a tökéletes alapozással. Tehát még egyszer kiemelném azt, hogy én ezt nem mindennapi használatra viszem fel, hanem csak is akkor, amikor egy partiba készülök, egy elegánsabb alkalomra készülök, jó? Ahol tudom, hogy fotót akarok készíteni, vagy egyszerűen jól akarok kinézni, és akarom, hogy tartós legyen a sminkem. Tehát ezt inkább egy éjszakai alkalomra használom így, nem mindennapi alkalomra, de fogok készíteni olyan videót is, ami mindennapi alkalmas alapozás. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!